gyerekeknek nagyon érdekes, mert bátorságot nyerhetnek belőle, hogy mi mindent engedhet meg magának az ember, és valami furcsa szépség kijön belőle. Mindegyiknek az az érdekesség, hogy kicsit ügyetlenül vannak megrajzolva, kicsit ügyetlen kis lovak áldogálnak, kicsit ügyetlen kis emberek, kicsit ügyetlen házak között. A fák azok nem is olyan ügyetlenek, azok elég normálisak. Nagyon dinamikus, nagyon megrázó képek. Nem olyan aprólékosak, mint a többi naív festőnek a munkái, nem olyan akkurátus, óvatos munkák, hanem nagyon nagyvonalúan van olykor oda téve, és mégis jól eltalálva, hogy igen, igen sajátos hangulat. Bármely festőnek becsületére válna ez az egység és atmoszféra teremtő erő. Attól naív, hogy nem mindig sikerül neki egyformán jól, néha zavarossá válik. Néha még nagyon jó sikerül. Hát ezért kell nektek tanulni rajzolnotok, hogy mindig sikerüljön, amit akartok. A naív festőnek néha nem sikerül. A naív festőkre még az is jellemző, hogy sokkal bátrabban alkalmazzák a színeket, mint a tanultak. És ez megint előnyükre válik. Aki tanulta ezt a szakmát, az már fél. Aki nem tanulta, az bátran alkalmaz. Ritkán van kiállítás, mikor ilyen sok olyan kép van, ami az embernek tetszik. Tanult festők azok között az ember nem talál ennyit. Megint egy nagyon tarka, megint egy végtelenül gátlástalan tarka művész. Annyira erős is, olyan nagy a meggyőződés benne, hogy egyszerűen nem lehet kifogásolni. És annyi érdekesség van benne. Ilyen nagy meggyőződéssel készült művek, az ember ritkán látja.